Előtt a mai sajtótájékoztatónknak az a fontos alkalma, hogy tegnap volt a Víz Világnapja, és ezen a héten egy nagyon fontos konferencia, ami Nádár János köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy a 21. század legfontosabb stratégiai kérdése a vízkincs megóvása. No hát Pécsnek van ezen a téren egy fontos teendője, nevesül, hogy az hamarosan uránbányát kíván nyitni a Magyar Urán Resources Kft. Ezt onnan tudhatjuk, hogy környezetvédelmi engedély kérelmet adott be, amelynek során hamarosan eldőlhet, hogy kap-e engedélyt az uránbánya nyitásához. De mi ezt nem szeretnénk, és azért nem szeretnénk, hogy kapjon. Mert többek között Pécsi ivóvízbázisát fenyegeti az uránbánya megnyitása. Ezért is állunk itt, mert többek között, bár meglepő, de még a Tettye ivóvízbázist is veszélyezteti, mégpedig olyan módon, hogy bevallottan a saját engedélykérelmükben is bevallják, hogy a Tettyei ivóvízbázisnak a vízhozama az több mint 10%-kal csökken, hát ennél biztos még nagyobb lesz ez a víz csökkenés. Miért fontos ez? Mert ez az ivóvízbázis, ami egyébként itt van mögöttünk ennek a útja, ez egyrészt stratégiailag is fontos, hiszen például áramszünet esetén ez az egyetlen lehetősége a pécsieknek, hogy ivóvízhez juthassanak, hiszen ez gravitációs alapú. Másrészt a 30%-át az ivóvízünknek, a Pécsi ivóvíznek a Tettyei ivóvízbázis szolgáltatja. De hasonlóan veszélyeztetve lesz az uránbány nyitás esetén a Tortyogói és a Pelérdi ivóvízbázis is. Az pedig azért, mert a zagy lerakó, tehát a kitermelt érc és annak a kinyerése után megmaradt hulladék, az ott kerül elhelyezésre, mint ahogy került is a korábbi évtizedekben az uránbánya akkori történelme során. És ez pedig a Tortyogói és a Pelérdi ivóvízbázist veszélyezteti, ott pedig már az esetleges radon bemosódással is, tehát magyarul sugárzóanyag kerülhet az ivóvízünkbe. Ezt meg kell akadályozni. Nincsen olyan gazdasági érdek, ami ezt felülírna, hogy a pécsieknek egészséges ivóvíze legyen. Éppen ezért az Összefogás Pécsiek Egyesület a jövő héten beadja a beadványát a környezetvédelmi eljárás során, és megvétózzuk ezt a környezetvédelmi engedélyt, ez így nem adható ki. Azt még hozzá kell tegyem, hogy ráadásul természetvédelmi területen létesülnének olyan létesítmények, például a légakna, vagy akár az érzdúsítónak a létesítményei, amit pedig a természetvédelmi törvény tilt, hiszen a Nyugat-Mecsek tájvédelmi körzet az természetvédelmi terület, ott nem is lehet a törvény szerint elhelyezni ilyen létesítményeket. Ez azt jelenti, ez a két vonatkozás, hogy a környezetvédelmi hatóságnak ezek alapján meg kell tiltania, illetve el kell utasítani a környezetvédelmi engedélykérelmet, ez pedig azt jelenti, hogy nem lehet uránbányát tenni Pécsen. Reményi kérdéseken túl, egyébként miután most az engedélyből ez is látszik, ez egy mellébeszélés, hogy jelentős számú munkahely teremtődne uránbánya nyitás ügyében, ebben az van benne, hogy 7 év után, tehát addigra jutna el a csúcs termelésre, is csak 500 embernek adna a munkát, tehát szó is több ezer ember munkavégzéséről, és ezen belül körülbelül 400 az vájár, akiknek a képzése megszűnt, és Pécsek már nincsenek is, tehát pécsiek közül igen kevés embernek adna munkát, mindezek tetejében még, hogy ilyen környezetvédelmi és egészségre ható kockázatokat jelent.